Munkamegosztás, az állam és az önkormányzatok szerepéről szervezett konzultációt az Egyensúly Intézet. Teremtéskert, fákat, cserjéket ültöttek az Egyházmegyei Karitász Egyházas Hetyei Szociális Központjában. Méreható merülések, nemzetközi pályázat keretében film készül a szombathelyi zsidó temetőről. Jó estét kívánok, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Az önkormányzatok és az állam szerepe a 21. században címmel országos konzultáció sorozatot tart az Egyensúly Intézet. A 15 vidéki állomás egyike Szombathely ma délelőtt a Városházán tartotta kerekasztalbeszélgetést városvezetők, önkormányzati képviselők, civil szervezeti és cégvezetők részvételével. Oktatás, egészségügy, szociális ellátás, adózás is terítékre került. A hozzászólók zöme kritikával illette az önkormányzatok és az állam közötti feladatmegosztást. Mi lenne az ideális munkamegosztás az önkormányzatok, az állam és a piaci szereplők között? Ki mely feladatot tudná leghatékonyabban ellátni? Ki adóztasson és ki feleljen a közoktatásért? Ehhez hasonló kérdésekre keres választ az Egyensúly Intézet. Hogy feltérképezzék a helyi javaslatokat, 15 vidéki városban tartanak konzultációt, több mint 300 politikai és gazdasági döntéshozó részvételével. Szombathely volt a 9. állomás. A szociális ellátás és a közétkeztetés alulfinanszírozottsága, valamint a közoktatás tarthatatlan helyzete is szóba került. Az egyik legfontosabb tanulság, akár közoktatás, akár közegészségügy szervezése kapcsán az, hogy az állam sokszor túl sok feladatot vállal magára, ami számára is plusz terheket jelent, amiket felesleges lenne ellátni akkor, hogyha az önkormányzatokkal harmonikusabb lenne az együttműködés. Kevesebb pénzből egyre több feladatot kell ellátni, leginkább ezt sérelmezik az önkormányzatok. Magas az infláció, minden eddiginél több szolidaritási adót kell fizetni, forrás hiányos a költségvetés, miközben béreket is kellene emelni. Nagyon nagy szerepe van az államnak és az önkormányzatnak is, de most az arányok nem jól működnek. A megfelelő finanszírozás szükséges, pontos feladat elhatárolás, hogy mindenki tudja, hogy mi a dolga, és aztán utána számon kérhetően azt tegye is meg. Egy ilyen önkormányzati rendszer kidolgozásában próbáltunk mi segíteni a mi tapasztalataink alapján. Az egymást érő válságok és a várható gazdasági stagnálás új feladatok elé állítja az önkormányzatokat és az államot. Ezek megoldásához elengedhetetlen a hatékony munka megosztás és az együttműködés. Ebben kíván segíteni a párt semleges szakmai szervezet. A konzultáció eredményeit részletes szakpolitikai javaslatcsomagban foglalják össze, amit bemutatnak országos befolyással bíró politikai és gazdasági döntéshozóknak. A Derkovics Gyula Általános Iskola és a Derkovics Városrészért Egyesület együtt emlékezett meg névadójukról születésének 129. évfordulóján ma délelőtt. A megemlékezés után koszorút helyeztek el a festőművész szobránál. A diákok rövid műsorral emlékeztek Derkovics Gyulára. A jelenlévők hallhattak a Kossuth Díjas festőművész életútjáról, majd a tanulók elszavalták Somlyó György a Derkovics című versét. A megemlékezés után Horváth Csoma alpolgármester, Ceglédi Csaba és Kopcsándi József, a városrész képviselői az önkormányzat nevében koszorút helyeztek el a művész szobránál, majd az Egyesület, a képtár és az iskola részéről is többen fejet hajtottak az emlékhelynél. Jövőre nagyszabású kiállítást terveznek a festő születésének 130. és halálának 90. évfordulója alkalmából, amely a szombathelyi képtár és más múzeumok gyűjteményéből mutat be válogatást. Teremtésvédelmi kertet avattak Egyházas hegyén. Őshonos magyar fafajtákat és bokrokat ültettek a szombathelyi Egyházmegyei Karitászon belül működő Szent Jakab Szociális Központ kertjébe. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természet védelmére és szeretetére, kiemelve a kereszténység egyik alapelvét, mely szerint a világ Isten alkotása. 2018-ban cseresznye, szilva, alma, megy, sárga és őszi barackfákat ültettek az előkertbe. Ezek már megnőttek, termőre fordultak. A templom mellett azonban még jókora terület áll üresen. Ide most 40 darab batul és húsvéti rozmarin fajtájú almafákat, valamint szomolyai fekete cseresznyefákat ültettek. A kerítés mellé pedig körbe 40 darab vadrózsát, azaz csipkebogyót telepítettek.
A Szombathegyház megyei Karitász a teremtés védelmet 2010-ben kezdte el azzal, hogy a vidéki plébániákat felújította, és utána a kerteket is birtokba vette. Tehát az első ilyen szépen beültetett kertünk, ugye Vásáros Miská a Levendula ültetvény, aztán a Nagylengyeli Szent Család Szociális Központ, ahol a szilvafákat ültettük, majd utána Kemenes Pálfa következett. Hazánkban valamennyi egyházmegyében, így a Szombathelyiben is alakult Teremtésvédelmi Bizottság, amelynek feladata, hogy jó gyakorlatok átvételével segítse a természet védelmét, kiegészítve azzal a keresztény gondolattal, amely rámutat a világban meglévő isteni rendre. A teremtésvédelem többről szól, mint növényekről és állatokról, a bolygót helyezik középpontba. Kiemeli az ember szerepét és felelősségét az egymás iránti magatartásban és a körülöttünk lévő világgal való kapcsolatban. Onnét indulunk ki az üzenetében, hogy Isten az Édenkertbe helyezte az embert, egy tápláló, éltető kertbe. Ez a mi földünk, ez a mi természeti környezetünk, és itt kell nekünk továbbvinni azt a programot, azt a tervet, amivel Isten a világot megalkotta, és az ember gondjaira bízta. Azt is szeretnénk szem előtt tartani, hogy itt az ember tanul a természettől. Tanul, hogy mi az, aminek jövője van, mi az, ami elősegíti a növekedést, mi az, ami megőrzi, mi az, ami megóvja. A kert az áldott légy nevet kapta. 2015-ben jelent meg Ferenc pápa azonos nevű enciklikája, amelyben a földünk sorsát érintő kérdésekről fejtette ki véleményét, párbeszédre és cselekvésre szólította fel az emberiséget az ökológiai katasztrófa elkerülése érdekében. Aranykamera díjjal ismerték el Benkő Sándor fotóriporter életművét a budapesti sajtófotó kiállításon. Életrajz ismertető táblát helyeztek el a Vörösmarty utcában. Menekülés közben árokba borult egy migránsokat szállító furgon, elkezdődött a zsidó szabad egyetemi előadássorozat. Rövid hírekkel folytatjuk. Aranykamera díjat vehetett át Benkő Sándor fotóriporter a 41. magyar sajtófotó kiállítás budapesti megnyitóján. Másodszor jutalmazták a fényképezőgépet formázó jelvénnyel a sajtóban dolgozó fotóriporterek teljesítményét, életművét. Benkő Sándor csaknem 40 éves pályája nagy részét a Vármegyei Napilapnál töltötte fotóriporterként és rovatvezetőként. 2003-ban MUOSZ nagy díjat nyert a Körmendi cipőgyárban készült Utolsó nap a tűzősoron című képriporttal. Életművéről nemrég album jelent meg, és több kiállítása is nyílt. Újabb utcanév magyarázó táblák kerülnek ki városszerte. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság épületén Vörösmarty Mihály életrajzát ismertető táblát helyezett el az önkormányzat, hiszen az utca névadója, a magyar irodalmi romantika legnagyobb alakja, a szózat költője. Hasonló ismeretterjesztő szöveg kerül ki hamarosan a Gazdag Erzsi utcába is. Hosszan menekült a rendőrök elől egy tunéziai embercsempész szerdán Szombathelyen. A 87-es főúton a Bogáti elágazónál élesen akart jobbra kanyarodni, de az árokban kötött ki. A furgon rakterében a rendőrök 8 embert, köztük 5 gyereket találtak. Magukat török állampolgárnak vallották, de személyazonosságukat és magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták igazolni. A hatályos jogszabályok szerint visszakísérték őket az ideiglenes határzárhoz. A sofőrt őrizetbe vették, büntetőeljárás indul ellene. A múlt heti szeles időben tégladarabok potyogtak egy magas kéményről a Kródi Gyula utcában. Ezt az ott lakók jelezték az önkormányzatnak. Kiderült, hogy a területnek több tucat tulajdonosa van, és lehetetlen mindenkit felszólítani, hogy szüntesse meg a baleset veszélyes helyzetet, ezért ma délelőtt tűzoltók vonultak a helyszínre. Magasból mentő járművel közelítették meg a kéményt, és eltávolítottak belőle egy fát, ami az évek során oda nőtt. A használaton kívüli kéményt el kellene bontani. Az önkormányzat keresi a tulajdonosokkal való kapcsolatfelvétel lehetőségét.
Megkezdődött a Szombathelyi Zsidó Hitközség Szabad Egyetemi Előadás sorozata. Szerdán Katona Attila történész beszélt Bernstein Béla főrabbi szombathelyi éveiről a hitközség székházában. Bernstein Béla 1909-től szolgálta az itteni zsidó közösséget, világi és vallási tudományokban egyaránt járatos volt, filozófiából doktorált, zsidó történelem könyvet és vallástankönyvet írt, kutatta a magyarországi hitközségek történetét és a magyar zsidók szabadságharcban vállalt szerepét. A legtragikusabb időkben sem hagyta magára hittestvéreit. 1944 tavaszán deportálták Auschwitzba, ahol júniusban 76 éves korában mártír halált halt. Dokumentumfilm készül a szombathelyi zsidó temetőről a londoni székhelyű Zsidó Örökség Alapítvány pályázati programjának köszönhetően. A hitközség Magyarországról egyedüliként vesz részt a 7 európai országot érintő projektben, melynek célja a zsidó temetők megőrzése, megismertetése, oktatási, turisztikai, művészeti célú fejlesztése. A szombathelyi zsidó temető az 1820-as évek végén jött létre. Számos jelentős személyiség nyugszik itt, aki meghatározó szerepet játszott a város életében, mint például Kovács Jakab, a nagyszálló építtetője, vagy Geist Lajos, iparos kereskedő. A sírok gondozása a zsidó hitközség egyik fontos feladata. Pályázati forrásokból és adományokból híres szombathelyi zsidó emberek, rabbik és első világháborús hősök nyughelyét is felújíttatták. Mivel nincsenek leszármazottak, általában a 2500 sírhoz nagyon kevés hozzátartozó utód jár, ezért nekünk egy nagyon fontos feladatunk az, hogy rendben tartsuk a temetőt, és próbáljuk állapotát megőrizni, a sírokat rendben tartani. A temető amellett, hogy a zsidó közösség szent helye, kulturális, művészeti értéket képvisel, és várostörténeti szempontból is fontos szerepe van. A temetőnek a léte vagy nem léte az a városnak is fontos, hiszen a város kulturális művészeti emlékeit is őrzi ez a temető, valamint olyan műalkotásokat, mint például Rumi Rajki István által alkotott síremlék, de nagyon sok szombathelyi környéki kőfaragó munkáját is őrzi ez a temető, ami nagyon sokszor egyedi. A zsidó temetők megőrzését, széles körben való megismertetését, a látogatók érdeklődésének felkeltését célozza a Deep Dive, azaz Mélyreható Merülések című nemzetközi pályázati program, melynek egyik résztvevője a szombathelyi hitközség. Nagy megtiszteltetés hitközségünk számára, hogy a Centrópa Alapítvány javaslatára a londoni székhelyű Zsidó Örökség Alapítvány pályázatán temetőnk bemutatásával részt vehetünk. Ez egy 7 országon átvívelő nemzetközi projekt, amiben az az érdekes, különleges számunkra, hogy Magyarországról egyedüléként mi vehetünk részt benne. A zsidó temető történetéről szóló közel negyedórás film bemutat itt nyugvó neves személyiségeket, feltárja a helyi zsidó közösség múltját és jelenét. A magyar nyelvű, de angolul feliratozott dokumentumfilmet a Szombathelyi Televízió munkatársai készítik el. Hazai pályán folytatta szereplését a női másodosztályú röplabda bajnokságban szereplő Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület. A vasi csapat felforgatott kerettel kényszerült kiállni a Zalaegerszeg elleni rangadóra, melynek a Gál László egyetemi sportcsarnok adott otthont. Nehéz pillanatok vártak a Szóese női röplabda csapatára, amely az alsóházi rájátszás legutóbbi játéknapján a Zalaegerszeg együttesét fogadta. A vasi lányok jó hangulatban készülődtek a szomszédvári rangadóra, optimizmusokat az egymás elleni találkozók eredményei is fokozták. Mindenképp győzni szeretnénk ma, hiszen háromszor játszottunk a Zalaegerszeg ellen, és háromszor sikerült 3-0-ra megvernünk őket. Volt, amikor nem volt teljesen egyszerű, de hála Isten mindig kerültünk így összesen, úgyhogy bízunk benne, hogy ma is sikerül, és hát készültünk, ugyanúgy készültünk mind a többi meccsre, heti 2 edzéssel, ami nem túl sok, de bízunk benne, hogy azért elég volt. Ugyanakkor nem volt könnyű dolga a Szóese vezetőedzőjének, hiszen egymás után dőltek ki a kulcsjátékosok. Ennek ellenére a győzelem volt a csapat célja. A mai nap is sajnos 2 játékos nem érzi túl jó magát, a problémái házasok voltak az este, nagyon bizony benne, hogy a mai nap 3 meccset szeretnék.
A bemelegítés során megsérült a Szombathelyek egyetlen feladója, így Bodzer Attila rá sem számíthatott a találkozón. A vészforgatókönyv miatt nehezen lendült játékba a házigazda, amit jól használt ki a Zalai együttes. A játszma hajráját viszont jól kontrollálta a Vasi gárda, amely így lépéselőnybe került. A megnyert első szett lélektanilag jót tett a házigazdának, amely innentől már nem engedte ki az irányítást a kezéből. A magabiztos nyitásfogadással és ütésekkel nem tudtak mit kezdeni a vendégek, akiknek már csak felvillanásai voltak a meccsen. A tehetséges fiatalokkal kiegészült Szóese kerete minden tekintetben ellenfele fölé nőtt, és megérdemelt 3-0-ás sikerrel zárta az összecsapást. A győzelemből erőt meríthetnek Bodzer Attila tanítványai, akikre a hétvégén újabb nehéz próbatétel vár. A Szombathelyek a pécsi PTE Peac otthonában bizonyíthatnak a vasárnap 15 órakor kezdődő találkozón. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és Facebook oldalunkon is megnézhetik. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!